A szakrális vonulat két képviselője, Budaházy Tibor és Horváth László mutatkozik be a Balatoni Múzeumban. A festő és szobrászművészek gondolkodása meglehetősen közel áll egymáshoz. A kortárs művészet eszköztáraival fejezik ki a hittel és a létezéssel kapcsolatos gondolataikat. Az október 19-e óta látható tárlaton a festmények és plasztikák olyan egységet alkotnak, hogy szinte beszélgetnek egymással. Budaházy Tibor és Horváth László ugyanannak a kortárs keresésnek az alkotói, akik a mostani kornak megfelelően alkalmazzák a szakralitással, a hittel, léttel összefüggő problémák megfogalmazását. A Balatoni Múzeumban látható tárlat nem két külön művész kiállítása, egységet alkotnak. Budaházy Tibor nem direkt módon mutatja meg gondolatait, olyan képi formára törekszik, ami esztétikumot és különböző tartalmakat is hordoz. Ezek a képek, amiket én készítek, ezek jelek, jelrendszerek, különböző struktúrák, faktúrák jelennek meg a képeken, és nem mindig úgy történik ez a dolog, hogy elő van a gondolat, utána ehhez keresem a megoldásokat, hanem együtt. Az anyagot megismerem, hogy mit lehet belőle kihozni, hogy alkalmazkodik, és én hogy alkalmazkodom a különböző anyagokhoz, amiket használok a képeimen. Mert ezek a képek, ezek nem klasszikus módon festett képek itt. Én mindenféle anyagot felhasználok, hogy olyan minőségeket hozzak létre, képi felületeket, struktúrákat, ami segíti ezt a transzcendens gondolkodást. Budaházy számos anyaggal dolgozik, az aranyfólia, a hullámpapír, a zsineg, a textil és a különféle vakolatok annyira átalakulnak, hogy besimulnak a kép felületébe, néha kiemelkednek belőle. Elsődleges szándéka, hogy jó képet hozzon létre. Úgy fogalmaz, sokszor elindul egy gondolatból, és lehet, hogy egy másikhoz jut el az alkotás során. Sokszor fontosabb az út, amit bejár az ember. Tehát ahogy eljutsz a gondolattól, a kísérletezésen keresztül, a készműig. Utána, amikor már kész van, akkor a mű már magától él, akkor éli a saját életét. Lehet, hogy másnap nekem is ugyanarról a képről még más gondolatok is eszembe juthatnak, és sokszor az egyik kép generálja a másikat, azért is van nálam sokszor többes képek, amik egyikből a másikba megyek át, és ez a folyamat, ez valójában az alkotás. Horváth László előszeretettel kölcsönöz kis plasztikáinak rozsdás, ásatag felületet, ezt pedig króma céllal ütközteti. Ennek a kettősége izgatja ma is, és így próbálja kifejezni gondolatait. Szeretek kísérletezni anyagokkal, és ezt több mint 30 évvel ezelőtt kikísérleteztem egy ilyen acélporos eljárással. Készülnek ezek a munkák nagy része, ami itt látható, és ezzel nagyon úgy érzem, hogy megtaláltam azt az utat, amivel ki tudom fejezni azokat a gondolatokat, azokat a belülről jövő érzéseket, ami nyomaszt engemet és ki akar jönni belőlem, hogy ezek láthatóvá is váljanak. A pálkai szobrász művész azt mondja, hogy amikor elindul benne egy gondolat és annak a kifejezése, aközben számos anyag a kezébe kerül és sok minden változik, de a gondolat megmarad, csak a megvalósítás változik. Budaházy Tibor és Horváth László közös gondolata az istenhit, a szakrális világ. Ez határozza meg a közös megnyilvánulásukat. Horváth László szerint egységes, egymást erősítő kiállítás jött létre ezt helyen. Szerintem nagyon szerencsésen összejött, mert így valahogy ezek a plasztikák és a képek valahogy, mintha beszélgetnének egymással, szóval nagyon, nagyon jó, erősítik egymást. Szóval ez nagyon egy szerencsés dolog, hogy így ez megvalósulhatott itt, és a tér is nagyon jó szerintem.
nagyon szerencsés és nagyon örülöknek, hogy ez megvalósult. A kiállítás kurátora Kostyán László úgy véli, egymásra is reflektáló alkotásaikkal a művészek hitet tesznek amellett, hogy a két évezredes kereszténység örökérvényű mondani valója a mai kor embere számára a kortárs művészet nyelvén is releváns módon közvetíthető.